Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Szerinted lesz olyan valahol, hogy ezt a podcastet kipihenten csináljuk? Nem tudom, hogyha ezt szombat délután veszük fel egy sör mellett. De addig marad a kávé, szokásosan vegyetek bögrét, meg van, nem, még nincs fent, lesz Eneosos pulcsi a webshopban, szóval tudod, hamarosan elérhető. Mi? Megyek, az, mentem ja, a boltba, nem, és oda jöttek hozzám a boltba, hogy szia, hogy lesz ilyen elérhető még Eneosos pulcsi, amilyenben mindig vagytok a videókon? Lesz. Folyamatban van, meg kell számolni, pontosan van, még egy, nincsen sok, egy pár darab maradt, meg kell számolni és föltenni webshopba, hogy meg tudjátok rendelni. Dani is kapott születésnapjára. Óvatosan behoztam műsorról, hogy volt neki születésnapja, és mit kaptál születésnapodra? Tőlem egy narancssárga Ford Ranger-t. Így van, az jó volt amúgy azzal túrázni. Kaptam sört, meg azon kívül tortát. Ami nagyon meglepett, Zoliéktól is kaptam, mert a kis német túrám alkalmával ők láttak vendégül, és egy kis tortával megleptek. Igen, az nagyon jó de Saveri. Igen. Azt. Igen, és a legjobb az volt, hogy küldtem Olivernek egy fotót, hogy milyen rendesek, hogy kaptam tortát, és ő meg válaszol, hogy bakker, milyen gáz, hogy valami családi rendezvény van, én meg ott elrondítom nekik. És akkor mondta, hogy gyanús, hogy 31, az még mint hogyha a te színapod lenne, de mégis milyen furcsa véletek, és mondom, hogy nincsen családi rendezvény, ezt én kaptam. De milyen kedves tőle, nem, hogy akármilyen szép high note pillanat van, mindegyikből lehet. Valamelyiket, így van. Ja, ez jó volt. Igen, igen. És megismerkedtél Nándi mesével. Igen, a hétvégén a bátyám gyereken észte, és csatlakoztam hozzá is a Nándi mesehez. Egy traktor nehéz napja volt éppen. A traktor nehéz napja, ahol azt éreztem... Nekem is nehéz napom lesz. A traktor nehéz napján 2 millió megtekintés van, aki nem ismeri a Nándi mesét, akkor... Az örüljön neki. Ha majd lesz gyereke, akkor megismeri. De amellett, hogy ez egy ilyen szeretem-utálom dolog, mert hogy szerintem alapvetően minden kisgyermekeknek szóló médiatermék az egy kicsit így elpusztítja a felnőtt agyat. Tehát nem szükségszerűen, de 90%-ban. Ugyanakkor nem tudsz neki elég hálás lenni, mert amikor szükséged van 5 percre, és mondjuk a gyerekedet lerakod egy ilyen 7 perces videó elé, és ebből mondjuk 5 percet leköti a gyereket, akkor így visszakapsz az életedből 5 percet, ahol, mit tudom, hogyha ügyes vagy, akkor 5 perc alatt el lehet rohanni vécére, el lehet főzni egy kávét, és meg lehet melegíteni az ebédet. Ami aztán kihűl, mert addigra már nem köti le a gyereket. De és a következő Nándi mese az már nem olyan izgalmas? Második etap. Nem, akkor át kell menni Vilmoskára, a kis cicára. Utána egy kis bogyó. Ez sajnos megmutatta most Anti az előbb is. Kevesebb lettem, úgy érzem. Még rávretsz egy kis papamalacot. Igen, az jó, mondjuk azt is láttam. Az... Igen. Igen. Na de a lényeg, hogy én nem vagyok egyáltalán híve annak, hogy a tévé előtt nevelt fel a gyerekedet, de amikor tényleg ezek az 5 percek kellenek bármire, tényleg elintézni egy telefont, vagy... Igen. Hát azt már ugyan engedtem. Nem, gyereket nevelni. Remek. Csak néha kell egy kis... oldódás. Szerencsére mondjuk a miénket az sosem kötött el úgy nagyon sokáig. Tehát nem volt olyan, hogy leraktad a tévé és egy órán át nézte. Ez pozitív. Hanem ezért egy ilyen negyed óránál tovább. Tehát mindig fókuszt veszít, és ennek örülök. Láttam egy YouTube videót, ahol egy hölgy végigjárja az autógyűjteményét, illetve egy ilyen, megvan a Danielnek, nem? Nem. Az a csávó, aki oda megy emberekhez, betolja a telefont az ablakon, és megkérdezi, hogy mi bű? Ja... Ne. Tehát tudod, egy ilyen drága autós emberekhez, és tudom, az autót. Mivel foglalkozol. Na, és ez most egy ilyen N+1. Daniel Mac utánérzés volt a csávó, és oda ment egy ilyen hölgyhöz, és hogy ott állt egy G-merci, egy Urus, 2 McLaren, meg egy Lamborghini. És kérdezte tőle, hogy mennyibe kerülnek ezek egy hónapba így a törlesztő részlet, és akkor mondja, hogy 90 000 dollár, és akkor így végig sorolja, hogy a G-merga az 10 rugó, az egyik McLaren az 12, az Urus az 50 000 egy hónapban, meg minden, és akkor megkérdezte a csajt, hogy mivel foglalkozik, és akkor mondja, hogy pikáns képek, és akkor rájöttem, hogy ho-ho, itt bizony csak ventilátorokról van szó. Csak ventilátorok, milyen gyönyörű. Csak ventilátorok, only fans. Na de, picit elgondolkodtam, hogy valószínűleg ő is nagyobb megtekintést ér el, mint mi. Az súlyos pénz, most így kiszámoltam, hogy a 90 000 az... 27 millió forint? Igen. Egy hónapban autótörlesztésre? Nem tudom mennyi a dollárom, hogy most 300-al számoltam nagy hirtelen, annál sokkal odébb vagyunk. Sokkal, de van itt egy ilyen funkciója, hogy 50 000 USD. A internet tud ilyet. És akkor
18.407.000. De 90-et mondtál. Ja, hülye. Na ugye. Vágod, hogy 33.100.000. Havi autótörlesztő részlet. Csak ventilátorokból. Csak ventilátorokból. Akkor ez olyan, mint egy porszívó ügynek, csak egy ventilátor ügynek. Csak ventilátor ügynek, Dani. Ez szerintem most csináltál egy új fogalmat a magyar közéletben. Porszívó ügynek, porszívó terület, csak ventilátor ügynek. Meg... A testét. No, no. Bocsánat, nem ítélkezzük. Ne, dehogy is, távol álljon tőlem. Távol álljon tőlem. Szóval, hogy Dani azzal keresett meg a múlt héten, hogy szia, Anti! El kéne mennem... Mindig szereti, mikor így hívom fel. El kéne mennem Németországba, nem tudsz egy autót? És akkor előveszem a vékony telefonkönyvemet, és most képzétek el, hogy kibaszok egy ilyen 8000 oldalas izét. És fölhívok autóforgalmazókat, most volt egy meglehetősen specifikus modell, amit kinéztünk erre a remek túrára, igen, ami egy elektromos Nissan. Hú, milyen azt a mindenit, csodálatos lett volna mögéködni az X5-öt, és elindulni Németország felé. Egy kéttengelyes futó, egy Wörmann futó. Így van. Rajta egy BMW X5-tel, amit már ismerhettek kis csatornáról, nagy csatornáról, mindenhonnan. Így van, így a futót van is, meg az autót is. Igen, és... És ki kellett vinni ezt az autót Pörlingbe, ami egy ilyen óvatos 700 km. 720. 720. Igen. Oda is, vissza is. Visszafele első körben tréler és autó nélkül jöttem, mert ott kellett hagyni a papírügyintézés miatt, és emiatt holnap után megyek egy újabb ilyen kört, de az volt a kérésem antifele, mert nyilván ez alapvetően úgy néz ki, beülök a crafterba, mögé csattintom az utánfutót, és akkor... Lendületet veszel, ami kifér a csöven. Így van, 80 tempomat. Főleg, hogy nincsen tempomat. Főleg, hogy nincsen tempomat a crafteren. Nem baj, legalább USA hódóvá van. Igen, de ki is kapcsoltam, mielőtt lerülnek miért. Na mindegy. Szóval, hogy ez így szokott kinézni, hogyha menni kell valahova, és akkor mondtam, igazából Olivierbe fogalmazódott meg a gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha kényelmesebben utaznék egy fokkal. Mm. És ott megvillant valami a fejembe, és láttam már magam előtt, hogy kikönyökölök a Rangerből, és akkor én leszek az élet császára, aztán így is lettem úgy, mert zseniálisan jó volt. Meglehetősen, hogy mondjam, nehézkesen indult a kaland. Indítsuk onnan, az a múltkor sem ment az AMTS-es dolognál, de most megpróbálom újra, hogy a napokkal tisztában legyek. Szóval, hogy nagyon sok mindent kellett csinálni az X5-en, azért ismeritek az autót, a gyári állapottól igen messze volt, és ahhoz, hogy ez meg tudja kísérelni egyáltalán a papírszerzést, az ahhoz gyári állapotba, szóval olyan állapotba kell lenni, hogy így műszaki vizsgán átmenjen. Igen. És ettől és ez nem igen, de, igen és ez távol volt. És ez nem DL-kigazolványos műszaki, hanem olyan rendes. Ez egy rendes műszaki. Kellett hát kipufogót csinálni, gyári, katalizátoros, összes dobos, mindenfélés cuccot. Világítani kell az összes felhívtátok dolognak. Felhívtátok a Dave Grohl-t? Az ki? Dobos. Nirvana. Foo Fighters. Bocsánat. Igen. Amúgy nem köszöntünk be, ez itt a Check Engine podcastje, a stúdióban Vince Dániel. És Sturc Antal kollégám. Mindenki legnagyobb bánatára. Dani, kérlek az enyémre most. Dani, kérlek folytasd. Márjál, össze kell szedni magam, mert ez nagyon fájt így reggelről. Elnézést. Foo fight. Jaj. Szóval nagyon sok mindent kellett csinálni az X5-ön, és sűrűek voltak az elmúlt hetek is a változatosság kedvéért. Ugye múlt héten a Porsche fékkel szenvedtünk, a nyílt nap előtt kész kellett, hogy legyen, és emiatt az X5-en nem is tudtam haladni. És tervek szerint az volt, hogy én szerda hajnalba elindulok az X5-tel úgy, hogy ez már kész van teljesen, és estére odaérek, alszok egyet, és akkor csütörtökön délelőtt pedig megtörténik, aminek meg kell történnie. Annyi változás történt, hogy szerda reggel még itt voltam a műhelyben, és az X5-ön nem volt még jobb hátsó ablak, amit hegesztés közben betörtem, és pedig az... Ez kiderült, hogy végül miért tört be? Mert láttam olvasói kontaokat, pusztán annyi történt, hogy a fölépített vas szerkezet meghúzta annyira a kasznit. Nem, de úgyis ez egy föltől elrugaszkodott elképzelés volt, mert nem feszülnek a csavarok a vázba, vagy ebbe a konzolba, szóval biztos, hogy nem rápattant a hegesztés, és ennyi. Ennyi. Jó, mondjuk, hát mondjuk a 20 éves üveg, tehát igen, ki tudja, hogy milyen behatások érték az elmúlt 20 évben, hő, meg egyéb formában. Ennyi. Nem, nincsen semmilyen extra dolog mögötte, nem kell túl gondolni. Szóval, hogy szerda reggel, ahelyett, hogy elindultam volna, még itt álltam hátsó üveg nélkül, úgyhogy fizikailag nem is volt, mégis már volt elképzelésem, hogy honnan lett, jó
fokon sikerült végül vásárolni, újonnan nem lehetett rendelni, és bontottat pedig ott találtam nagy hirtelen. Palkót beraktam az autóba, és megkértem, hogy akkor fáradjon el érte, addig én szereltem tovább az autót, mert még akkor fékkopási jelzőt kellett cserélni, mert ugye az is világított. Igen. Féket, fékbetétet cseréltünk már, de a kopási jelzőt gondolván, hogy nekünk úgyse kell, nem foglalkoztunk vele. Most kellett, meg mit én nem ment index, meg két helyzetjelző, az egyik az ilyen utángyártott ledes bánat volt. USA modul van. Kikapcsoltam azt is. volt, de amúgy nagyon érdekes, én nem tudtam ezt, hogy ha nincsen benne a helyzetjelző elől, akkor ezt valamivel pótolja, és akkor tulajdonképpen az USA modul, az mint fogalom, így létjogosultságot nyer, és akkor az a helyzetjelzője. Megszerzi az amerikai állampolgárságot automatikusan. Nagyon hirtelen kiszeded a helyzetjelzőt, és állampolgár lesz. Tökéletes. Ja, jó. Szóval akkor megint szokás szerint feszített volt a tempó. Így van, és akkor a... Mert azt mondtad, felhívta, hogy hát az olyan, hogy szerdán reggel el kéne indulni, én meg hát úgy tudtam ezt az autót leszervezni, hogy szerda reggel 9 átvétellel. De ez nem jelentett problémát. Nem ezért indultam később. Szerda reggel helyett 4 órakor, délután 4-kor sikerült elindulni, mert az ört volt kifejezetten jó, mert egy órát a dugóba ültem még itt Pesten, ami megalapozta a hangulatot. De azért sokkal jobb volt a 10-sebességes automatával dugózni, mint a meg amúgy kukunggal. Nagyon kényelmes az ülés, szóval én nekem az autó nagyon tetszik. Bocsánat, nem írtuk körbe. Ez egy Ranger White Track, tehát nem a Raptor. A munkás kivitel. Luxus munkás kivitel, igen. Tehát a Ford nyilván realizálta, hogy Amerikában is mindenki ezeket a dömpereket azért veszi, hogy óviba vigye a gyerekét, ezért itt Európában is egyre többen csinálják. Ezt már csak adójóváírási okokból is. És ez hogy pénzügyi tanács. Elkezdték ezeket az autókat írgalmatlanul kibélent, szellőztetett ülés, az összes létező vezetést támogató elektronika. Igen. Nem masszírozós amúgy, vagy ez még nem masszírozós? Mert az F-150 az már masszírozós üléssel jön. Olyat nem tudsz szerezni. De. Németországig nem, mert sajnos kilométer limites, de az nem baj. Meg kell fordulnod a határon. Onnantól tolom inkább, akkor tovább a trélert vállalom, hogyha ez az ára. Igen. Na mindegy, de akkor az volt ugye a jóság, hogy a Raptor, ami ugye szintén nagyon alkalmas a vontatásra, az vagy egy 2 literes dízellel, vagy egy 3000-es benzinmotorral érkezik. És most ennek a túrának a költségeit egy kicsit megdobta volna a 3000-es turbóbenzin. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy sokkal többet evett volna amúgy. 16 litert fogyasztott kifele trélerrel mögötte. Uh-huh. Hát a Raptornak a 15 az alja, mint tudjuk. Tehát, hogyha kultúráltan közlekedsz vele, nyilván hogyha falura viszed szóval megmutatni, akkor le lehet menni 11-12 literre is. De... Hát de most itt, szóval nem volt nagy tempó, oké, hogy úgymond terhelve volt a vontatmány miatt, de szerintem most ilyen 20-nál több nem lehetett. Minek lehet jobb a légellenállása? A Crafternek mögötte az X5-tel, mert ott ugye a doboz kitakarja az X5 homlok felületét, vagy pedig a Rangernek, aminek ugyan, hogy mondjam, kisebb a homlok felülete valószínűleg, de mögötte az X5, igen. Ez egy érdekes. Szerintem, mivel az X5 is valamivel áramvonalasabb, talán így ez a kombó egy fokkal jobb. Ja. Nincsen akkora óriási homlokfelület, de nem értek hozzá. Szóval passz. Passz. Na mindegy, és akkor lényeg, hogy 16 literrel kimentél. Így van. Megérkeztem amúgy, elindultam délután 4-kor, és megérkeztem hajnali 16:30-kor. Azta! Igen. Jaj! Az a túra, ja, igen, mert hogy a dugó volt az első finomság benne, majd hogy az M1-M7 kivezetőn ráállítom a gázra, és fel tudtam gyorsítani keményen, legalább 70-ig, majd úgy elkezdte riszálni a seggét a szerelvény, hogy majdnem leestem az útról, és akkor még be volt kapcsolva a sávtartó asszisztens, ami ahogy a trailer rázta a seggét, az próbált korrigálni, de pont olyan szar ütembe, hogy ez csak tovább rontott a helyzeten, és így keresem, hogy hol a bánatba lehet kikapcsolni, és közben igyekeztem nem meghalni, és senki mást sem megölni. Akkor szembesültem vele, hogy nem sikerült a trailerre jól feltenni az autót, mert a saját szerelvényünket ismerem, tudom, hogy hova kell tenni rajta az Persze. autót, hogy stabil legyen. Ennél nem sikerült ezt elsőre eltalálni, akkor ott félreálltam. Hátrébb gurult. Előrébb, mert előrébb? Nagyon hátra volt terhelve, akkor szokott ez lenni, hogyha túl sok súly van hátra, és akkor ugye emeli fel az autó Igen. hátulját, akkor sokkal instabilabb. Előrébb laktam a gépsárkányt, és onnantól kezdve pedig ilyen pacek volt a buli. Ott már csak az volt a probléma, hogy irgalmatlan mód fáradt voltam, és nyilván ugye így ezzel a vontatvánnyal 80-nal szabályos közlekedni, így a kamionok mögé beálltam 90-nel, óra szerint 90, ami 80-85, igen. Igen.
Elévült. Teljesen így van. Szóval kamionok közé beálltam, és akkor szépen verettem Ausztrián keresztül Németországig, és még a német határ előtti utolsó benzinkúton már úgy nagyon azt éreztem, hogy közel a vég, és akkor ott félreálltam, aludtam egy órát, és akkor utána újult lendülettel megérkeztem a célállomáshoz. Jó hangzik, ez egy tökéletes 31. születésnapi ajándék. Így van, de amúgy onnantól kezdve, hogy megérkeztem, tényleg jó volt, mert az autót rábíztam a kontaktra, aki ezt intézte, és utána én pedig meglátogattam Zolit, Sirályszárnyos Zolit, mert hogy tőle nem messze volt ez a hely, ahol kellett vinni, és hogyha már ott voltam, mondtam, hogy szívesen megtekinteném a műhelyt, illetve ott a környéket, és az egész napot igazából azzal töltöttem, hogy vele bandáztam, kávéztam, és 300-es helekre csorgattam a nyálamat. Meg lettél idegen vezetve? Nem, mert amúgy ő dolgozott, szóval a nap nagy részén... Igen, ezt a podcastben is elmondta, hogy sokan keresik meg ezzel, hogy léci, de hogy ez egyszerűen nem fenntartható. Körbevezetett, így megmutatta az alapokat, nagyon kedves volt, de nyilván én is akartam feltartani őt, és akkor kedves kollégájával, egy ott dolgozó sráccal beszélgettem pár mondatot, és akkor ő így nagyjából megmutatta a gépsárkányokat, és nagyon érdekes volt. Ők ugye restaurálnak és kereskednek öreg mercikkel, főleg 300-es helekkel, de azon kívül is vannak nagyon szép különleges autóik, és ott sorakozik ilyen különlegesnél különlegesebb Mercedes, volt egy-két öreg Porsche is, majd egy Alpine A110. Az új? Aha. Nem mondod. Igen, és így mondom, ez mit csinál? Hát az is bizományos értékesítésben itt van nálunk. Ez egy csodálatos autó. Szeretném, hogyha lenne nálunk, majd elképzelhető, hogy lesz. Azzal lehet vontatni? Tehát ereje van hozzá. Hogyha számosítjuk a lóerőket, akkor az nagyjából így a Ranger szint, csak egy kicsit kevesebb. Picivel könnyebb. Nem kevesebb nyomaték jár hozzá. Ez azt hiszem 240 lóerős, ami most nálad van. Olyasmi rémlik, azt hiszem 170 kilowatt talán. Igen. És az is azt hiszem, hogy gyengébbik 260 lóerős, az erősebbik 290, nincsenek nagy. De szívó vagy? Turbo. Ez 1.8T. Keresztbe beépítve a hátsó ülés. Mögé ez a kvázi egy megálleres eleje van benne. Aha. És azt hiszem, az a csavar a dologban. Csak ez jó helyen hagy. Igen, az a csavar a dologban, hogy ehhez létezett először ez a motor, és innen került át a megálleresbe. Tehát, hogy eredendően az Alpinhoz készült, de erre most nem merném a nyakamat tenni. Ezt néhány bor után árult el még Tannisban egy gyári mérnök. Szép. Fú, zseniális ez az autó. Kíváncsi vagyok rá nagyon amúgy, mert tényleg sokan dicsérik, többek közt is szoktatok áradozni róla, Rolanda, de... Roland annyira nem, mert mozog a középkonzol. Nem valami... Az a Suzuki-ba is. Igen, csak nem mindegy, hogy mennyi pénzért mozog a középkonzol. Tehát ezt azért mondjuk ki, hogy amikor kiakadunk egy zörgős beltéren egy Dacia Dusterben, az nagyon más jelent, mint amikor kiakadunk egy zörgős beltéren. Egy C-merci. Vagy egy EQS-be. Hát azért igen. Nagyon hajlamos rá. Igen. Igen. Na mindegy, besélj, lett-e valami érdekeset még az Alpinon túl, Zolinál? Miben vannak most éppen? Már elkezdődött a versenyszezon? Tehát így készülnek már, várjál csak itt. Nyugodtan tekints meg. Nem tekintek bele, mert hát ki tudja. Én nekem ez volt a kedvencem, vagy nem tudom, vágunk be képet róla, de hogy ez a beltér, ez annyira irgalmatlanul gyönyörű. Amúgy social felületekre raktam is föl belőle, mert annyira tetszik egy ilyen gyönyörű, fekete sirályszárnyas 300-essel, és egy ilyen kockás. Vaj belsővel, és az ülőlap kockás, ilyen tartan, tehát a skót szoknyának a mintája. Tényleg gusztam. Illetve egy ilyen csodát találtam. Én életemben nem láttam. Sorhatos? Kava? Nem, Honda. Igen, CBX, azt hiszem, vagy... Nem vagyok otthon ezekben a régi japán motorokban sem vagyok otthon. Úgy rémlik, hogy az, de vagy egy igen, egy sorhatos... Keresztbe sorhat. Igen. Ami azért... Szóval fogalmam sincs, hogy mik ezek. Néztem, és így egy-kettőn volt árcímke, és ami a legjobban megdöbbentem. Igen, hát 350 ezer euró volt a legdrágább, amit ezek közül láttam. 350 ezer euró? Igen. Átlag ilyen 150 ezer környéke volt, amik itt sorakoztak autók, de így a legdrágább, amit találtam. Gondolj bele, hogy Oliver hány lepukkant E60-at tudnám venni. Hány krómfóliás lepukkant E60-at. Szóval nagyon sok szép autó volt. És azt vettem észre így ez alatt a túra alatt, hogy öregszem amúgy, mert régen ennyire nem mozgattak meg a
régen is szerettem az autókat és a szép autókat, de most ez valahogy így egészen más élmény volt, hogy annyira különlegesek, ritkák voltak, hogy ott próbáltam összeszedni az államat a földről, annyira le volt esve tőlük, illetve a másik, hogy gyönyörű környék ez, nagyon-nagyon Poling. Szép. Aha. Gyönyörű, dimbes, dombos az Alpokat látni, tényleg egyszerűen elképesztő, hogy mennyire szép, és régen ez is teljesen hidegen hagyott, most viszont, hogy ott voltam, és volt egy napom úgymond semmit tenni, pihenni, sétálgattam arra felé, és tényleg zseniális. Igen, nem tudom, én 20 éves korom közepéig nagyon szerettem a tengerpartra járni, ott egyszer csak mintha elvágták volna, és azóta inkább a hegyvidékeket tette, vagyis a családi nyaralás az ilyen Szlovénia, Isonzó völgye, túrázás, vagy előtte Montenegró, hasonlók az Alpok csúcs amúgy, és hogy így tökre, az emberben valamiért azon a fejében tudod, hogy ha pihenés, nyaralás, akkor tengerpart. Pedig nem, hogyha elmész egy ilyen hegyvidékre, annyira jót lehet kikapcsolódni, meg annyira jót lehet szórakozni. Hát reggel mondtad, hogy milyen kisimult vagyok, és biztos vagyok benne, hogy emiatt, hogy nyilván a hétvégén tudtam pihenni, de hogy ez a csütörtöki nap, amit ott töltöttem, az egyszerűen fantasztikus volt. Akkor nincs köze az irgalmatlan születésnapi veretéshez. Nincs. Megrakták a táskát. Nem, felvettük a veretikült. De hogy szomorú kicsengés legyen a dolognak. Nehogy már jól érez magad, én meg itt izé szopok, hogy vissza kell még menned Németországba? Igen, és újra szomorú leszek. Igen, mert ott kellett hagyni az autót, aztán most el kell hozni az autót. Az, hogy mi volt, vagy mi lesz a dolgok kimenetele, ez majd ki fog derülni. Szándékosan nem lőjük le ezt a dolgot, így van, mert hogy nem szeretnénk, hogyha a videónak elvennénk a kenyerét, annak, amit Dani forgatott, de az biztos, hogy lesz egy ilyen videó. Igen, illetve a nagy csatornán. Szóval készül egy check engine videó, ahogy utazok. Az utazásról. Így van. Az autós tapasztalatok, az utazás, stb. Tipik utazós vlog, meg egy-két részlet lesz az ottani dolgokról. Forgattam az autókról, meg próbáltam beszélni, de hát nem volt túlzottan sikeres, mert nem vagyok felkészült, vagy nem voltam felkészült ezekből. Na, szerencsére ott van szavarizó, hogy megnyomod rajta a gombot, és csak így. Igen. Igen. Olyan jó hallgatni amúgy. Tehát nagyon. Csak mint ugye múltkor, és akkor itt most ajánlanám a múltkori podcastünket, ami az MTS után még beült rá, hogy még ennyi év után is olyan lelkesedéssel tud róla mesélni, és hogy ez innen látszik, hogy valószínűleg tényleg őszintén szereti ezt, és az egészen biztos, hogy szereti, igen. Igen. És akkor a nagy csatornára meg megy egy? Készül egy konkrét anyag az X5-ről, hogy megpróbáljuk papírozni, és ennek minden buktatójával és részletével, hogy ez nagyon tanulságos sikerül, lesz. Nem sikerül, ez igen, kiderül majd. Jó sok tartalom kijött abból az autóból, basszus. Emlékszel, amikor megvettük, hogy én akkor vezettem először, amikor még algásodott a szőnyeg, hogy ilyen mohák nőttek benne. Jó, akkor mi kellett hozzá vegyvédelmi ruha, meg gumikesztyűbe ültünk, igen. Be, emlékszem, igen. Először forgattunk róla. Jézusom. Igen. Messzire jöttünk ahhoz képest. De ez milyen szépen kitermelt önmagát. Most a kitermelést azt videó megtekintésekben értem nyilván, hiszen egy ilyen projekt az erről szól, hogy legyen mit néznetek. Ezért fut már egy ideje. Igen, remélem az utódja is hasonlóan népszerű lesz. Jaj, borzasztó. Figyelj, azzal is van még rengeteg, vagy lesz rengeteg szívás, szóval könnyen meg lehet, hogy még lesz miből tartalmat készíteni. Most én nekem ez az kiegyenlítő tartályból folyik az olaj című probléma, ez a kedvenc. Kedvencem, amire kíváncsi vagyok, hogy mi az okozója, és hogy mi lesz rá a megoldás. Szép. Mik most a közvetlen teendőid? Vissza kell menned ugye szerdán, azaz holnap után Németországba. Igen. Tehát van egy egész kedded. Az alatt egy bálnamotor felújítást. Megváltom a világot addig. Nem tudom, szerintem az E60-at kéne elkezdeni szögelni, hogy haladjunk vele, de meg kell beszélni még a főnökkel, hogy mik a konkrét elképzelések, mert a szerdai indulás ez egy picit kaotikus volt, szóval a műhelyt kezdésnek össze kell pakolnom, hogy úgy nézzen ki, mint egy műhely, de hát ezt tapasztaltad, mert igen, futóművet szereltél azóta. És erre mindjárt rá is kötünk, mert ez egy... A Danira amúgy nem jellemző a rendetlenség, sőt, de a műhelyben, amikor beértem, akkor úgy nézett ki, mint egy atomtámadás. És hát igen. Gondosan lefényképeztem. Dani annyit hogy szokott... vissza tud állítani. Dani annyit szokott kérni, hogy azt csinálok, amit akarok, tényleg békében szerelhetek, használhatom a facilitásokat, meg mindent, és akkor... Nem tudom, hogy létezik-e ilyen szó. Facility? Szóval, hogy használtuk mindent csak... Az ilyen férfiasság, vagy mi a facilitás? Az.
Szóval, hogy akkor utána állítsam vissza mindent úgy, ahogy volt, és akkor most lefényképeztem az atomvillanást, és utána vissza... Nem, nyilván nem tettem ilyet, hanem a helyére tettem pár dolgot, de nyilván nem mindent. Szóval, hogy ja, de... De igen, akkor most egy E60 szögelés, aztán Németország. Így van. És neked hogy volt ez a futómű dolog? Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Rezsnyák Tomi a Dadis Motorsport részéről csinálta Mazdába egy gátlószett, tehát ez egy utcai gyári Bierstein. Gyári. De amúgy tényleg, tehát hogy ez egy Bierstein gátlószett, minimálisan átalakítva, tulajdonképpen a szelepelést változtatta meg. Igen, tehát régen ugye erre mondták, hogy felkeményítették, csak itt egy kicsit tudományosabban állt a kérdés, ez ugye ismeri az autó súlyát, van sok dynója, amivel be tudja mérni a gátló karakterisztikát, és vásárolt egy szett gyári MX-5 Bierstein gátlót, és ezt használtam természetesen, igen. Azt kell tudni ezekről a gátlókról, hogy mindent kibírnak állítólag, tehát ismerek olyan srácot, aki a magyar MX-et rallycross kupában megy, mert hogy milyen is van, és hogy ugye a szabályok miatt ők gyári futóművel mehetnek, és ott is mindenki a gyári Bierstein-nél megy, és köszönjük szépen. De hogy az átalakítás nélküli gyári Bierstein, persze, vagy ott is? Aha. Persze, tehát hogy gyári futóművel kell menni. Itt Tomi nekem annyit csinált, hogy egy kelet-európai szelepelést csinált az autóba, tehát hogy nem a... tudják ellopni a kocsit, vagy ez mit jelent? Nem, ilyen lakossági techno szól belőle folyton. És csak Adidasba lehet vezetni, tudod? Ez a piros Adidas. Piros Adidasba lehet vezetni, és lakossági techno szól belőle. Nem, hanem hogy a magyar utakon egy kicsit, hogy mondjam, feljavította a talajkerék kapcsolatot, amennyiben mindig leér a kerék az útra. Ez nem hátrány. Igen. Akkor igen. Tudsz fékezni, meg gyorsítani, hogyha ez a dolog fennáll. Még akár kanyarodni is. Igen. És ugye technikás egyenesek vannak. Kikerült az autómból a gyári futómű, amivel mondjuk átmentem az Árpád híd felhajtó dilatációkon, és így azt éreztem, hogy minden alkalommal így 5 centivel vagyok arrébb az íven, még megengedett sebességgel is, és most bekerültek hát ezek. Miért is mennél gyorsabban? Nem szoktam amúgy, városban főleg nem. Na de hogy... Bekerültek ezek a gátlók, és hogy az autó irgalmatlanul tapad. Tehát, hogy jövök át a Zsilip utcán 60-nal, és nem érzem azt, hogy... Szeret veszélyesen élni. Nem érzem azt, hogy kiszakad a kerék az autó alól. És hogyha fékezek, akkor nem az van, hogy így kellemetlen kaparászik az ABS-én, meg így szánkázok tovább, hanem hogy érdemben lassul a jármű. Szóval egy csomó jó téteménye van egy ilyen futóműnek. Pozitív akkor. Na de nyilván ehhez a másfajta szelepeléshez hiába nem változtattunk az autó hasmagasságán, mert nem változtattunk az autó hasmagasságán. De a lényeg, hogy... mondom, tényleg. Így hallja meg, gyár. Na de, hogy más keménységű rugók kellettek, bocsáss meg, semmi nem akartam volt. Ismerkedni ott a asztal alatt. Szóval, hogy más rugókeménység kellett, és hogy mellékelt ez a gátlószett, ez egy rugószettet. Összeépítettem, beszereltem, kisfiammal együtt csináltuk, hogy nagyon-nagyon élvezte a gátlószerelést, a szétfűz, összefűz, csavar, kontrollja, minden, imádta csinálni. Egy ilyen családi program lett a gátlószerelésből, és akkor összeraktam, és kiderült, hogy a... Családi drámával alakult hirtelen. És akkor kiderült, hogy ezekkel a 170-es rugókkal egy kicsit alacsony az autó, amit én nem akartam. Kicsit, az mit jelent egészen számszerűen? Tudom én, hogy egyszer volt alatt egy ilyen ocsortány 40 mm-es ültetőszett, azzal volt ilyen 10 centi környékén a küszöbb vég, amivel használhatatlan az autó, és akkor ezzel volt 11,5. És mint mondtam, nem szeretnék ültetni, egyrészt mert nem változtatom meg a jármű jellegét illegálisan, másrészt meg szeretném, hogyha használható maradna az autó. És akkor azt jeleztem Tominak, hogy hú, még gondolkodtunk is, hogy 170-es vagy 200-as rugó kell ahhoz a magassághoz, és mondta, hogy de 200-as, viszont előre csak 250-es van, akkor küldök. Viszont ezzel a 250-es rugóval nem ment fel a segédrugó. Hm. És segédrugó nélkül, meg ugye nem tudod beállítani a hasmagasságot, hiszen elkezd lötyögni a 250-es rugó a rugótányéron. Long story short, összeraktuk, és ezzel meg túl magas lett az autó, ugyanis ez egy kettős keresztlengő koros futómű, aminek a felső A karján átdugod a gátlót, és hogyha fönt van a segédrugó, és elkezded lefele tekerni, hogy beállítsd a kellő hasmagasságot, elakad. A lengőkarban. Így van, úgyhogy ez volt az a pont. Ez egyáltalán nem vicces egyébként, ez szomorú. Ez szomorú, de az elmúlt 4 hónapban szerintem most negyedszer bontottam szét az autó futóművét. Nincsenek berohadt csavarok. Azt tud róla. Sokat szemmel csinálod már. Igen. Hát most már ilyen 2 óra körül van a szintidőm a 4 gátló cserére. Azt úgy. Na de hogy... Lassan elmehetné szerelőnek. A problémám ezzel az egésszel az, hogy nem zavar, ha dolgozni kell, még a fizikai munkát is elviselem néha napján, de a feleslegesen való dolgozást. Az a legjobb buli pedig. Ja, de
pont emiatt amúgy most nem nyafogni akarok, mert amúgy eszméletlen jó a cucc. Hát, hogy az autó annyira, de annyira elképesztően jó lett így, hogy stabil, tehát nincs meg az alifegés, amit a már kicsit kilógott gyári gátlók adtak, és nem pattog el, tehát ez a kettő együtt egy csodálatos élmény, ez az autó valószínűleg most, hogyha... Működik. Kíváncsi vagyok rá. Oda fogom adni a következő SSGT-t, mindenképp odaadom. Jó. Szóval a lényeg, hogy ma ötödszörre is szétbontom az autó elejét, mert hogy Torzen Tomitól kaptam ilyen dinamit, hát most már nem dinamit, de régen dinamitnak hívták ezt a kemény műanyagot, amiből lemarta ilyen hézagolókat, amivel nem fogunk beleérni az ákarba, de össze tudjuk rakni a 170-es ugókkal, tehát megmarad az az állítási lehetőség, és meg tudunk maradni a gyári magasságon, így van. Tehát, hogy ez lesz a ma délutáni program. Megoldás. Így van, hogyha elvégeztem itt az összes tartalomgyártás meg adminisztrációs természeti munkámat, akkor megyek és megint szétszedem az autót. Lehet, hogy most bekötöm a szemem, vagy az egyik kezemet a seggembe dugom, nem tudom, hogy... Jó, figyelj, hogy legyen videózni. Ez jó bulinak tűnik. Csak ventilátorok. Így van, nyitunk ott is egy felhasználót. Ezt felvettük az elején? Amikor a hölgyeménynek a 90 ezeres havi autótörlesztőjéről volt? Szerintem igen. Úgy rémlik, hogy ott még nem ment a kamera. De a Nándi mese még nem, és akkor utána már a OnlyFans-nél elindítottuk. Na de, szóval, hogy is mentünk tovább? Ja, igen. Te voltatok Japán autózni, amíg én Németországban voltam. Az... Szétszélettünk a világba. Így van. Pöling, Pécs, Fébetűség. Főnöket itt hagytuk egyedül, csak ő dolgozott. Hát meg azt is kell. Így van. Igen, ugye Vukman Attila megint megrendezi a Japanese Classic Car Show-t június 1-én Pécset, az Expo Centerbe. Igen, ő ugye június 1-e, másodika, szombat-vasárnap. Ez hol a naptár? Megtekinted? Meg, csak hogy vizualizáljam a dolgot, mert szeretem vizuálisan látni a vizualizált dolgokat. Igen. Na, szóval igen, május 31 péntek, de június 1-2 a látogatói nap. De akkor még kakustringel leszünk. Igen, de az a kiállítói nap, ha jól értelmeztem, a 31, az első, a második az, ami a népeknek szól. És ugye az a sztori, hogy Attila ugye régen szocialista autókat gyűjtött, meg ezt a hobbiát még most se engedte el, de most így valahogy így bejött mellé neki a japán vonal. És a párosítás. A 80-as, 90-es évek japán autói, és hogy oj, te, hogy oj, mennyire jó volt ez most. Mennyire? Nagyon. Az első nap az egy picit csalódáskeltő volt, mert a Sunny, vagy Pulsar, nem tudom, ez megvan-e. Nem. A Nissan Sunny az egy ilyen, hát egy Nissan kompakt autó, egy egységsugarú Nissan kompakt autó már, vagy a negyedik, vagy az ötödik generációja a 90-es évek elején. Ez az új? Nem. Mindjárt mutatom. Várjál. Igen, most, hogyha a légbeömlők, meg a nagylökhárító, meg az ültetés, meg a helyre spoiler nélkül nézed, akkor ez a valószínűleg a világ egyik legfelejthetőbb autója. Tehát szerintem már azt sem emlékszek rá, aki megrajzolta. Pedig így nem néz ki. Szakad. Ellenben igen, azzal, hogy megküldik. Tudod, mire emlékeztet? Mire? Az E60-ban lévő beömlőkre egy kicsit. Emlékeztet. Főleg ez az oldalsó. Igen, hát ez azért kell, mert hogy ebben egy SR20 van. Az ugye ez a felni nagyon jó. Eskasninak a 2 literes turbomotorja. És hogyha gyári állapotában 230 lóerős, és mivel nem lényegesen több anyagból van az autó, mint az a Swifted, ellenben összkerékhajtású, ezért hát ilyen 6-1-es gyorsulást adtak az meg igen. Rá, de minden mérés szerint ez inkább az 5-höz volt közelebb, igen. Tehát, hogy 91-ben azért ez egy elég nagy villanás volt. Nálunk hívták Sunny-nak, egy 1000 darab érkezett Európába balkormánnyal, meg egy másik 14 000 darab a világ többi részére jobbkormánnyal. Nem vitték túlzásba akkor. Hát ez egy ilyen nagyon félszíves próbálkozás volt szerintem a Nissan részéről, mert ugye nyomultak addig rögjément keményen túraautóban, Ausztrál túraautó, meg Japán Super Taikyu, meg ilyenek ott úgy arattak. Ugye mentek a BTCC-ben, az a brit túraautóbajnokság, ott is ugye elég jól állt a szénájuk. És hogy ez a rally meg ilyen volt, hogy hát szerintem megpróbáljuk, de ha nem sikerül, akkor majd így... Nem baj. Igen, de ugye egy szezon után ki is szálltak a francba. Finn Rallin, Stig Blomqvist egy harmadik helyet ért el, és ez volt a legeslegjobb eredménye valaha az autónak. Ezért egy ilyen félgőzös próbálkozáshoz képest nem olyan vészes. Hát egy kicsit így elfeledte a világ, de ugye most, hogy ilyen reneszánsz van ezeknek a japán autóknak így a 2020-as években, most így megint így elkezdett feltűnni, és Attila vett egy ilyet.
És ezzel kezdtétek az etapot. Igen, de hogy ez egy 350 lóerős felhúzott változat volt, ami akkora turbo volt rajta. És mennyi van egy 900 kiló az autó mellé legalább? Nem, nem azért egy ilyen 1080-1100 körül. Hát az egész más, bocsánat. Igen. Az igen. Ez jó, mert ott igen. Ugye az M6-os autópályának ott van a vége, a 6-os útnak a vége, ahol technikailag nincs forgalom. De tök üres az egész, és oda kimentünk kipróbálni ezt a remek járművet. És nagyon gyorsan elérte a 130-at. Nagyon, nagyon, nagyon. És most az van, hogy ez egy ilyen több ember által megépített tuning autó, és mindenki egy kicsit úgy csinálta, hogy ő jónak gondolja, meg hogy az ő világlátása képzeli a tuningot, de hogy emiatt, hogy igazából egy kicsit olyan... Össze-vissza. Igen, tehát hogy ott van benne egy Tomei alkatrészekből megépített motor, kovácsolt belsőségek, erősített szeleprugók, dupla tercses kuplung, ekkora turbó, meg amit el tudsz. Jó lenne vele akkor. Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát meg egy ilyen 6-7 óra után már tudtam vele lefulladás nélkül elindulni. Szép. Na de a lényeg, hogy, tehát, hogy egy irgalmatlan pénzből megépített, nagyon erős motor van benne, ami, mint tudom én, meghagyták a gyári motortartóbakokat, így egy kicsit olyan, mint amikor én még abban az állapotában vezettem a Justit, amikor még Swiftnek hívták lánykorába, és amikor a kiforgatott harmadik után a négyest, azt így várni kellett, hogy az egész hajtáslánc visszabíjjen, hogy be tud húzni. Hát tudod, miről van szó. És hogy milyen szép is volt ez. Ez az autó stabilan tudta, tehát, hogy így annyira nyomtad a kuplungot, hogy áttoltad a tűzfalon, de hogy recseget ropogott, mert hogy a rudozat egyszerűen nem, tehát azt a mozgást nem bírta lekövetni. És hogy volt egy ilyen szitu, ezt Roland mesélte, hogy ő hozta vissza az autót a vágóképezésről, és hogy ott gurult az M6-oson, és hogy bejött mellé egy GTI Golf. Gurult. Hát már hogy mozog egy autó, repül le, begúszik, gurult. Lehet gyorsan ebben nem lehet belekötni, így van, igen. Gurult. Mondjuk tempóról nem volt szó. Igen, és hogy bejött mögé egy Golf, és hogy visszatette harmadikba, és ledépte, és az autónak ilyen szerény turbójuka volt, hogy 4500-nál indult el. És meddig forgott onnan? 7. Tehát majdnem egy turbodízel Mondeónyi használható tartományod volt. Csak későn kezdődik. Csak későn kezdődik, igen, és akkor bejött meg a Golf, és akkor visszaszúrt a háromba, így meséli, hogy, és akkor így várt. És akkor a Golfos már így be akart inni a hátsó lökhárítani, és akkor várt, és akkor egyszer csak megjött a töltőnyomás, akkor így ilyen kengyelfutó gyalogok, tudod? Kilépett a téridőkontinumból. Majd óvatosan kellett tenni egy négyes, de hát a négyes azt úgy teszed, hogy kiveszed üresbe. Áthúzod negyedikbe, óvatosan elkezded engedni a kuplungot, hogy megnézd, hogy nem lett-e kettes a négyes. Majd berakod negyedikbe. Ez jó, egyáltalán nem stresszes, mert hogyha a három tiltásról húznak egy negyediket, ami igazából kettő. Money shift. Hát az biztos, az igazi. Az igazi money shift. És akkor így negyedikben így várja, megint utoléri a Golf, megvárja, hogy fölépül a töltőnyomás, és akkor megint... Szerintem azt hitte a Golfos barátunk, hogy szórakozik vele, Ronan pedig csak az életéért küzdött. Simán lehet, na de hogy, tehát hogy ettől függetlenül egy érdekes élmény volt az autó, és tök jó volt végre ilyet is vezetni, de tökre az volt, hogy utána elővettük az OT rendszámos 200SX-et, S13, igen, és hogy basszus, az milyen jó volt. Kényelmesen ülsz benne, jó a kilázó. Az teljesen gyári, ha OT, és akkor teljesen, szöggyári. Igen, és hogy annyira csodálatos volt, hogy így szívesen leautóztam volna vele 3-400 kilométert. Kibinetetted a kis tetőablakot. Szívesen. De most én befixálódtál, nem? Na igen, meg vagyok jövő. Veszünk neked majd egy ilyen kis egytengelyes futót, vagy amikor mész haza, meg jössz meg. Valamit tudjak vinni. Valami pattogja már ott mögötted. Na, most egy jó ötlet. Igen, teszünk rá 4-5 cementes zsákot. Nagyon jó. Ez hibátlan. Igen. És úgy parkolni is egyszerűbb. A gonosz Swiftnek lehetne a következő változata, hogy tolatva, pótkocsizével, utánfutóval. Úristen. Ezen gondolkoztam már amúgy, hogy fordított kormánnyal tolatni utánfutóval azért az... Hú. Az már nagyon next level. Akkor mindent úgy csinálsz, mint ahogy amúgy csinálnál. Igen. Hiszen két fordítás van benne, nem? Igen. Úristen. Azért az kell minden. Na és akkor ez az első nap a 200SX-el. Igen, a 200SX az csoda volt. Tényleg, hogy így ilyen kis mókás, szerethető, pont jól volt ereje, pont jól volt kemény a futóműve, így mentél, csak így autóztál, és engem nagyon szórakoztatott. Aztán másnap elővettünk egy Subaru Impreza VRX STI-t, 95.6, meg egy Evo 6-ot. Igen. És kimentünk arra a szerpentinre, a teljesen kihalt szerpentinre, ami Pécsről visz fel kövestetőnek. Hallod? Mámor. Sütött a nap, kellemes 18-20 fok, és
Roland ment az Evo-val, ugye, ha jön a munka, ugye egyszerre vittük ki a két autót. Roland ment az Evo-val, én mentem mögötte az Imprezával, és tulajdonképpen még csak szétsehegedültük őket, csak úgy szépen lendületből autóztunk velük a Serpentinen, és olyan igaz, tehát hogy, ahogy ment egymás mögött az a két autó, néztem azt az istentelen nagy szárnyat az Evo-n, és közben a Subaru, tudod, olyan, hogy kurva jó volt, és hogy így nagyon jó volt megélni azt a pillanatot, és utána így cserélgettük így 5 percenként a kettőt a vágóképezéshez, és hogy így nagyon ki lehetett érezni a különbséget a kettő között. Szuper volt. Szuper volt, és... Nem azt mondom, hogy irigy vagyok, de egy kicsit irigy vagyok. Jó, hát én már, nem tudom, 6 éve szeretném körbejárni a Pollingi gyáretséget, műhelyt. Majd nyáron lesz. De beszéltem arról is a videóban, hogy majd te többet fogsz beszélni értelmesebben az autókról, mert nem éreztem úgy, hogy ezt nekem sikerült megtenni, csak mondtam, hogy ó, szép öreg Merci, ő még egy. Nagyjából ennyibe kimerült a tudásom. Nézd, az őszinte gyermeki rácsodálkozás az néha minden szaktudásnál többet ér. Na mindegy, de szerintem az autók többet érdemelnek annál, mint hogy én ott csorgattam a nyálamat, szóval majd bízunk benne, hogy igen, a nyári túránk alkalmával. Tervezünk egy kisebb német kört, amiről nem mondunk semmit, mert... Körte? Én körte, te körte, ő körte. Legló effort a locsoló vers. Az melyik? Én tök, te tök, ön tök. Igen, ha működik, nem hülyeség. Na de mindegy is. Szóval a lényeg az, hogy ugye Attila ilyenkor odaadja nekünk ezeket az autókat, mi mindegyik videóban elhelyezünk egy kis spotot, hogy lesz ez a kiállítás, és akkor mindenki tök jól jár, mert hogy ő megkapja az amúgy megérdemelt publicitást, mert ez szerintem egy rohadt jó dolog, hogy megcsinálják ilyen rendezvényt. Nekem... De ez teljes egészében ő szervezi, vagy ő áll mögötte nyilván segítséggel, de hogy... Nyilván vannak segítségei, persze. De ilyenkor ugye egy körbe telefonálgatja az embereket, hogy ki menjen hozzá, ki eltudni. Megy Torzen. Torzen, ami kiállítja a GT4-t. Bizony, bizony. Szépen. És remélhetőleg addigra alatta lesz az Intrax, és akkor ilyen... Ilyen jó lesz. Ilyen jó lesz, így van. Szóval, hogy ilyen különleges japánatokat. A legnagyobb szívfájdalom az volt, hogy tavaly hívott R34-es GTR-t. De hogy nem jött el, mert hogy két emberé volt az autó. De neki az nincsen? Nincs neki, R34 GTT-je van. Aha. Hát a hátsó kerekes, kis, nem GTR, GTR. Hát, ami csak egy fasz a hátsó kerekes motoros kupé, sorhatos motorral. Na mindegy, és akkor hogy ezekről az autókról, hogy 5 darab videót forgattunk, az egyik ugye volt a bejárás, ez már tegnap megjelent, ezt megnézhetek a Check Engine-en, és akkor... Júni 1, igen. Be is írom a naptárban, mert szeretnék elmenni erre a rendezvényre. Roland már szállást is foglalt, tehát mennek le. Miért ez több napos, mi újság? Első-második napja van, így van. Hát ezt úgy érdemes szerintem csinálni, hogy azért Pécs most... Jó, hát annak, aki Németországban meg trélerezgetni, akkor nem mondok olyat, hogy nincs közel, de ahhoz pont, tehát ahhoz, hogy leugorj és visszaugorj, ahhoz pont messze van, tehát hogy tényleg érdemes azt csinálni, hogy lemész egy napra a kiállításra, megalszol egyet, aztán utána meg megnézed Pécsvár. Uh-huh. Mert amúgy szép, és így forgatás végén így fölment, megnézzük a tévétornyot, tök jó. Lehet egy jót sétálni ott a panoráma úton, meg ilyenek. Szóval, hogy érdemes Pécsen elcseszni egy-két napot. Meg tudod, délen minden jobb. Tényleg? Télen? Délen. Ja. Délen minden jobb. Jó, mert ott már vagy, érted, egy kicsit ott van, így a mediterránon, meg minden. Aha. Mi amúgy... Japán autós kiállítás. Mi a... Figyelj, beírtam a naptáramba, bocsánat, csak nem rakom oda, akkor el fogom felejteni. Tökéletes. Szóval, hogy mi amúgy az MX-5-tel mentünk le, és ilyen tempomat 140-nel haladtunk lefele. A teljes üres autópályán, tehát egy ennél nyomasztóbb dolog, mint Pécsre járni autópályán, nem nagyon van, mert így... De az M1-esen ülni a dugóba. Dunaújváros környékén így a civilizáció nyomai megszűnnek, ott még így néha így elfúj egy ördög szekeret a szél, de egy Dunaújvárostól Pécsig nagyjából nem láttuk emberi életnyomát. Kilométer szerint ez mennyi amúgy? Hát oda-vissza a Mazdával mentünk 700 kilométert, de nyilván ebben benne van az is, hogy a Mazda az ilyenkor stábautó, mert ugye nincs teteje, tehát hogy lehet belőle kamerázni. Tehát, hogy ebben az is benne van, hogy lent jártunk vele, de az össz kiló... 300 környéke? Hát, 240-nel értünk oda, 240-nel jöttünk vissza, és akkor mondom... Hú, olyan gyorsan. még egy bő 200-at lent elrohangáltunk ilyen stábautós okokból. Szóval, hogy... Érdemes számolni ezzel, de ezért mondom, hogy inkább aludjatok egyet lent, és akkor utána meg járjátok be. Benn voltunk a fő utcán, ott találtunk itt tök jól a széttermet, ettünk egy bitang jó karbonárát, meg egy jó nyokkit, vagy ahogy mondják, nocsit! Nocsit, igen.
2:20, ja, innen. Igen, igen. Szóval egy jó kör volt alapvetően, és ez mindig jó, hogy amikor így elmész, és akkor két nap intenzív munkával így hazajön 5 jó videó. Vagy hát bízom benne, hogy jó videó. Igen. UFO hanggal meg minden. Sose fogjuk rá megtudni, hogy ez miért volt. Hát nagyjából valószínűleg pont ugyanazért, amiért legutóbb a GoPro nem volt hajlandó hangot rögzíteni, ami egy nagyon szomorú dolog volt. Ölni tudnék. Csodálatos őszinte pillanatok mentek kárba. Tényleg. Tudom, nem, csak eszembe jutott a csávó reakciója, aki... Amit már úgysem fog megtudni senki. Igen. Szóval emberünk kinyitotta a Cayenne ajtaját, miután lejött a gyorskörről. Oliver mögött ült talán az utasülésbe, és arra azt mondta, hogy erekció van. Nem ezekkel a szavakkal pontosan. Sokkal őszintén egy kicsit plasztikusabb volt. Igen, igen. Hát ez nagyon. De az is volt, amikor Vandával beültünk Dezső mellé, a 700 lóerős AMG Mercibe, majd Dezső... C kombi AMG. Igen. Majd Dezső közölt tőlünk, hogy most fog először versenypályán vezetni életében. Majd kikapcsolt minden elektronikát is tettni, vagy más nem közelítette meg. Dezső egy mértéktartó fiatalember, sportmódot tette az autót. Igen, és hogy Vanda és az én reakcióm is nagyon őszinte volt, amikor ez kiderült, és ez sincs meg, mert hogy a GoPro nem vett fel hangot. Ez rendkívül frusztráló. Nagyon frusztráló. Fú. Na, de mindegy is. Egy dolog most eszembe jutott, így ránéztem, vagy zártam be a térképet. Hétvégén elkezdődött a Formula Driftnek a történése, vagy nem tudok beszélni, reggel van még. Szóval elkezdődött a Formula Drift, ugye amerikai drift bajnokság. Igen, és James Dean a tavalyi szezont már végigmente RTR színekben. Igazából ő versenyzőként ott van. RTR, ez egy Mustang. Így van, igen, gyári támogatás. Ez egy gyári támogatású Ford Mustang. Igen. Amerikában van, és a drift neki, gyári támogatással. És neki építettek egy jobb kormányos, mert ugye itthoni autó szinte mind S-Kaszni, S14-15, amivel megy. Uh-huh. Van ugye a Eurofighter is, de hogy ő hozzá igazán az S Chessy áll, hát a CVS közel. A Nissan Turbo sportkupék a 80-as évek igen. végétől a 2000-es évek elejéig, az az S-Kaszni. Erről majd amúgy lesz egy videónk. Igen. És hogy az ugye jogkormány, és azt szokta meg amúgy ír, aki esetleg nem ismeri. És még olvas is. Hú, vázd meg. Igen, igen. Ez már a második ilyen volt, mert ez nagyon fájt. Bocsánat. Nem baj, jó voltam úgy. Szóval tavaly építettek neki egy jobb kormányos Mustangot, ami ebből az RTR-ből, ez 1200 lóerő szívó V8. Jézusom! Igen. Milyen vezérműtengely van ebbe? Nagyobb, mint a főtengely. Igen. Aszta! Nagyon elképesztő a technika. És tavaly nagyon sokat szenvedett, szóval ez a Mustang, ez az ő vezetési stílusától irgalmatlanul messze van. Pár ember tudja vezetni, és nagyon sok mindenkinek nehézséget okoz, és ez a tavalyi évben úgy látszott, hogy tavaly vagy kifogott rajta is. Nem értek semennyire a drifthez, de azért az úgy erősen kiviláglik, hogy a mostani Mustang a 20 évvel ezelőtti kis Nissan sportkupéknál egy lényegesen nagyobb, nehezebb, masszívabb dolog. Igen. És a beállítás tekintetében is más, amit többnyire Amerikában az ottani driften csinálnak, mint amit itt nálunk az európai körökben megszoktak, szóval azért benne, mert korábban ment ugye James Amerikába, mert volt 4 év, amikor megnyerte a Drift Masters-t, ami ugye az európai top bajnokság, és 4 év, amíg azt hiszem 4-3 legalább, de talán 4, és párhuzamosan megnyerte az itteni és az ottani bajnokságot is. De akkor saját autóval ment, egy S15-tel, és nyilván az hazai pálya volt neki. Persze. Az autó szempontjából. Ezek mivel mentek akkoriban, ezek S15-ök szupramotorral, vagy V8-al? Kettőjézi, az a bevált recept. Most is az összes autójában az van, amit egyébként a testvére épít neki, ilyen kis családi biznisz jelleggel. Ez jó, milyenek lehetnek a vasárnapi ebédek, amikor csúszik az alkatrész, vagy valami. Igen. Na, igen. Mindegy, szóval azért kezdtem el mondani, hogy a tavalyi évet végig szenvedte, és egyszer se tudott nyerni. Az összes csapattársa nyert legalább egy futamot, de ő nem tudott nyerni futamot se, és a bajnokságtól pedig igen messze volt, és az utolsó futamon volt egy nagyon komoly sérülése, amikor a válla sérült is, és hetekig nem tudott. Falba állt, vagy? Igen, belelökték, és ugye neki azért volt ez igazán rossz, mert jobb kormányos az autó, és az autó jobb oldala
konkrétan a levegőbe volt az autó, és akkor ráérkezett. Erről mutattál képet, ez nagyon súlyos volt. Nagyon durva volt a baleset, ha nem láttátok, akkor érdemes megnézni, amúgy szerintem James Dean oldalán is fönt van Instán, meg YouTube videó is készült róla, és a felépülés, sérülés való felépülés után nagyon durván bele, szóval egy elképesztően kompetitív sportember, attól függetlenül, hogy mennyire eszméletlenül sokat nyert, még mindig olyan lelkesen csinálja, hogy egyszerűen ő egy velünkorú srác, ugye? Igen, 30, talán 30 eleje. 30 eleje, igen, szóval fiatal meglehetősen, és tényleg gyerekkora óta ezt csinálja, és most az első futamot, ez Long Beach-en szokott lenni, ott kezdődik az ottani szezon, és megnyerte, az egyik kedvenc pályája, megnyerte úgy, hogy csütörtökön a média napon kigyulladt az autója. Kigyulladt az autója valami, azt hiszem... Nem is BMW-vel ment, ez nekem nagyon... Lehet, hogy volt benne BMW alkatrész. Chipses 20D. Igen. Valami, úgy emlékszem, hogy vagy üzemanyag, vagy nitró hiba miatt kigyulladt az autó, és ezek után vasárnap megnyerte, és az őszinte reakció, amikor megtudta, hogy ő nyert, az annyira nem tudom, ilyen felemelő. Tök szép pillanat, igen, és hogy szinte könnyekkel küszködve fogadta, és tényleg nagyon, ahogy beszélt utána, nagyon sokat jelennek, és elképesztően. Ezt is nagyon szeretem bennem, úgyhogy ennyire. Ennyi év után is, ennyi győzelem után is még így tud örülni egy újabb futamgyőzelemnek, ez zseniális. Rohadt jó. Hát, tetszenek ezek a nagyévű pillanatai a sportnak amúgy, de valahogy én nem tudom rávenni magam, hogy a sport fogyasztásra így passzív. Az a baj, hogy a Formula Drift nagyon nehezen fogyasztható, mert irgalmatlanul vontatott a közvetítést. Szóval ahhoz képest a Masters, hogyha driftet szeretnétek nézni, sokkal inkább... Helyezd el kérlek egytől Forma egyik tartó skálán, ami mondjuk a nulla a curling, a 10 a Forma 1, tehát akkor hol van a közvetítése ehhez képest a... Mondjuk én nagyon szeretem nézni a curlinget, egy zseniális sport. Én szerintem egy ilyen maximum 5-öst tudnék adni neki, mert tényleg annyira vontatott és hosszadalmas, hogy hát igen, mert úgy, hogy én nagyon szeretem a driftet, nehezemre esik nézni. Az kemény, mert hogy ugye gondolom van 50 másodperc akció, nagyjából gondolom 10 percenként. Igen. És valamivel ki kell tölteni a műsoridőt, és de... tudod mi a fura, hogy Amerikában ugye rohadtul érzik a sót. Hát ők tehát, nem. Hogy ők bár... Ők a borsot tehát, érzik inkább, vagy nem tudom. Jó volt! Ez már járt. Kölcsön kinyír, visszajár. Na de, szóval ilyenekre gondolok, hogy egy rangosabb amerikai foci eseményen simán benne van az, hogy 3-4 vadászgép így áthúz a pálya fölött, meg figurázik. Tehát, hogy a szünetbe se hagynak téged, hogy ott lelankadjon, hanem még ott is így fújják, és hogy nagyon furcsa nekem, hogy egy ennyire akciódús dolgot, mint a drift, ami tényleg egy ennyire kiélezett küzdelem, hogy pont azt nem tudják megcsinálni. Ez érthetetlen számomra is. Főleg úgy, hogy mellé itt van a Drift Masters, ugye, ami az európai bajnokság, az pedig egy, nem tudok felállni a tévé elől egy percre se, hogyha az megy, és nyilván ugye, mit én ott van a kvali, az kevésbé izgalmas talán, vagy nem tudom, de hogyha elkezdik a top 32, vagy a top 16 főleg, akkor egy másodpercre nem tudom ott hagyni, annyira zseniálisan jó is történik, de az FD-ben ez nincs meg. Nagyon kemény, nem gondoltam volna. Nézel Fallout sorozatot? Nem. Nagyon rég nem hiszem semmilyen sorozatot, most elkezdtem. Nézd Fallout sorozatot, Dani. Nézd Fallout sorozatot. Ez melyik platformon, ezen a platformon elérhető? Nem, a P betűsön. Nem Pornhub, Prime. Jó, olyanom nincsen, de majd lesz akkor Fallout, jó. Ja, szóval hogy egy egészen átütően jó sorozat. Nem tudom, hogy valaha játszott el a játékkal. Uh-huh. Tökéletes. De tényleg így, hú, meg fogom tekinteni a szememmel. Vigyázó tekinteted odavesd a Falloutra, és hogy tényleg az, hogy én ugye nagyon sok Fallout rajongói csoportban benne vagyok, mert viszonylag sok időt töltöttem a játékokkal, és nem is az akció, hanem inkább a történetmesélés miatt, és hogy a legvéres szájúbb rajongók, a legelvakultabb rajongók is azt mondták, hogy ez most így panik. Betalált. Nagyon. Meg fogom tekinteni, technikailag, felírtam ide magamnak. Technikailag megfilmesítették úgy a játékot, hogy konkrét frémek a játékból így megjelennek. Wow. A filmben, és nagyon wow. Aprólékosan, nagyon odafigyelve a részletekre. Zenék. Az elég menő. Nagyon. Tehát amikor kinyílik a volt ajta, és kilép rajta a csaj, akkor hogy nézzünk, gyerekkorom itt darabja. Na mindegy. Szép. Így lecsengetésnek egy kicsit arról, mit csinálsz a héten a Németországban autózáson kívül? Fogalmam sincsen. Nyílt napot kéne fixálnunk, mert már nagyon időszerű volna. Bizony, hogy, mert az is közeleg.
Így van. Nagy erőkkel dolgozunk rajta, és ez most a napokban is kell, hogy dőljön, hogy mikor lesz, milyen programok pontosan, de amint van fix info, jelentkezni fogunk minden platformon, ez nagyon látni fontos. Látni fogjátok, igen, az így már most látszik, hogy limitált férőhelyes lesz, mert itt lesz nálunk a telepen, és mint tudjátok, korlátozott a hely, ahogy ez a videókból látszik, és nagyon dolgozunk rajta, de ezt megígérni még nem merem, hogy elméletileg még gonosz Swift próbálgatás is történhet. És ami szintén biztosnak látszik, de majd erről is megkaptok minden információt, hogy nem a helyszínen lesz egy jegyvásárlás, hanem online. Webshop. Így van, a webshopon lesz jegyértek, és pont a limitált férőhelyek miatt. És még az is elképzelhető, hogy két turnus lesz, tehát délelőtti és délutáni. De ezekre most így ne vegyetek mérget. Így van, ezt ma fogjuk letisztázni. És neked mivel fog tenni a heted? Hát én mint megtudtam, Ranger-t forgatok ma. Ebben van. Majd egy kis segítséget kérnék. Nem, igazából annyi fog történni, hogy nyilván az autó használati értékéről a Dani fog megnyilatkozni. Én egy már ilyen, megtörtént többnyire. Egy ilyen 6-7 snitbe fogok arról beszélni, hogy mi ez, hogy ismert érdekes és hasonlók. Ezt ma meg kell tegyük, mert amúgy elfoglalt leszel. Adminisztráció lesz még sok, tehát hogy ilyen futóanyagainkhoz. Hát most meghalt O.J. Simpson, basszus. Komolyan. Igen. Szomorú. Hát ezzel nem mindenki ért egyet. Jó, de hogyha de valaki meghal alapvetően, az mindig szomorú. Nem tudom, hogy az O.J. Simpson mondakör megvan neked, tehát hogy a modern amerikai történelem egyik legdurvább kutya komédiája ment végbe azon a tárgyaláson. Nincs meg? Műveletlen vagyok, tudod. Ma fogok erről, tehát ugye A bronkóval kapcsolatos a dolog, mert igen, hogy ugye amikor O.J. ártatlanul, természetesen, menekült a rendőrség elől, ahogy az ártatlan emberek szoktak, egy fehér Ford bronkó sporttal tette ezt, egy izé volt a hátam, egy barátja vezetett amúgy, ő a hátsó ülésen volt, nem, utánfutó volt, 20 darab rendőrautó futott utána, és azt hiszem, ez volt akkoriban a világ legszélesebb körben követett élőadás, és a 20 millió ember nézte, ahogy O.J. menekül egy bronkóval. Ezzel némi reklámértéket csinálva a járműnek, és úgy voltam vele, hogy ha már a bronkóról forgatunk, az lesz a check engine-re jellemző hozzáadott érték, hogy bevezetem az embereket az O.J. Simpson ügy rejtelmeibe, amit itt fogok felvenni a stúdióba, és akkor itt a hátam mögött majd lesznek a vonatkozó képek, meg egyebek, amit ezt megtehetjük a remek New York-i stúdiónkkal, de merőben más megvilágításba helyezi ezt a dolgot az, hogy meghalt O.J. Simpson, miután leforgattuk a bronkótesztet nem sokkal, és hogy ilyenkor azért mindig van bennem egy kis aggály, hogy ne legyen belőle gyászdiggerkedés, tehát hogy ne próbáljunk valakinek a halál hírén felmenni, úgyhogy ezt a részét nem is nagyon szeretném majd tárgyalni vagy érinteni. Másrésztről azért az több, mint biztos, azt nem lehet biztosan kijelenteni, hogy ő ölte meg azt a két embert, de azt nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy egy erőszakos vadvaron volt. És hogy emiatt, hogy mondjam, mivel két ember meghalt, sőt most már ugye O.J. Simpson sem ér, ezért valamiféle érzékenységgel kell a témához állni, és ezen fogok ma dolgozni, hogy ezt hogy lehetne ízlésesen megoldani. De általában azért ezt nem szoktad hozni, én úgy gondolom, hogy eddig mindig sikerült, amikor hasonló témát érintettünk. Igen, de hogy ez most így mondom, ez én adom neki egy ilyen kis más színezetet, hogy O.J. Hát meghalt. Tehát fél Amerika drukkolt neki, fél Amerika szíve szerint elásta volna, egy nagyon furcsa. Tehát amikor Jelcin meglátogatta Clintont, az első kérdése az volt, hogy szerinted ő ölte meg? Tehát, hogy ez úgy jól mutatja azt, hogy ez egy milyen léptékű téma volt az akkor, kemény. Hogy ez így már bőven szétfeszíti a bulvár kereteit, és ez tényleg, ez masszívan a velünk élő történelem, az O.J. Simpson ügy. Úgyhogy a csütörtöki videó az bronkó lesz, és O.J. Simpson nagy dózisban. Úgyhogy én ezen fogok ma dolgozni. Meg még ilyen hirdetéseken, meg Oliver kért pár dolgot a nyílt nappal kapcsolatban, úgyhogy ez úgy szerintem így fel is fog jelenteni. És levezetésnek. Igen, és akkor bízom benne, hogy egy ilyen délután 5-6 magasságába odaérek, hogy még egyszer utoljára szétkaphatom a Mazda futóművet, ami egyszerűen muszáj, mert pénteken futóműállításra van időpontom, amit nehezebb megszerezni, mint a Szentgrált, mert a futóműállítási időpontot. Szombaton pedig pályanap. Végre elmegy. Kicsit elmegy úgy autózni, hogy nem viszek magamba a kamerát. Emring, Monori erdő. Igen. És az pici pálya, ugye? 36 másodperc, tehát valamivel rövidebb, mint a kakucs. És
Jordan Peti, ő a mazdás kultúrkörnek ilyen dohánynye. Nem. És ő szervez ilyen pályanapot, és most lesznek kint ilyen jó pilóták, akik majd tartanak ilyen kis workshopokat, hogy hogy kell vezetni, nem én. Ja. Nekem tartják a workshopot, hogy hogyan kell vezetni. Lesznek kint hozzám hasonló amatőrök, lesznek félprofik, meg mindenféle arcok, és az a jó, hogy egy... Ez jó hangulatú rendezvénynek tűnik. Nagyon szűk körű, nagyon szűk körbe reklámozott, emiatt jó hangulatú és szerény, ilyen jó értelembe vett kiszerű buli. Van róla videónk amúgy, ha megnézitek a Check Engine-en. Készült már róla tartalom, hogy ez milyen, ugye van egy ilyen szent küldetésem, hogy a hazai low-cost pályanapokat körbejárom, és mindegyikről megmutatjuk, hogy milyen, ugye volt már SSGT-i, volt már Jorpet, most szeretnék majd elmenni egy Track Friends Time-etekre, meg egy RPM Track Days-t megnézni, és akkor így egy kicsit így tolni rá az emberekre, hogy 20-30 rugó befizetésével, néha egy kicsit több befizetésével lehet egy jót autózni zárt pályán, és hogy szerintem ez tök fontos kommunikálni. Ez így van. Ja. Úgyhogy, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, ide hozzánk is, a Check Engine-re, a nagy csatornánkra és az Oliver Amonra, és nagyon jó tartalmakkal készülünk. Kövessetek minket a közösségi felületeken is, mindenkit. TikTok, Instagram, Dani Instáján, én Instámon. A főnököt is. Főnököt is, Instán ments. Azt hittem már több nem lesz, de szerintem köszönjünk el gyorsan. Erős kezdése ez a hétnek. Na, és a lényeg az, hogy most visszaállunk a három videós hetekre, ami jellemzően egy podcast és két forgatott anyag lesz. Jön a bánás. Kéne jönni a bánaszerelésnek is, már időszerű volna meg lehet. Időszerű a bánaszerelés, így van. Kell beszélnem Zsolttal és megcsinálni, amit meg kell csinálni. Jól van. Úgyhogy nem fog, és hogy heti egy videó, az pedig nagy biztonsággal érkezik a nagy csatornára is. És... Ízléses járművekkel. A légy eltaknyol rajta, úgy csillog. Igen, és a lényeg, a legfőbb lényeg, hogy hamarosan akkor érkeznek még szerintem szerdáig bezárólag a részletes információi. Így a nyílt napoknak. A következő nagy csatornás videóban már információk lesznek erről, és onnantól kezdve igyekszünk minden. Lesz majd ilyen kisokos, hol parkolj, hova gyere, mit kell csinálni, meg igyekszünk mit minden. Mit nem kell csinálni. Mit nem kell csinálni, nincsen gumiégetés a parkolóban, az csak itt bent van. Így van, erre ellenőrzött körülmények között. Így van, tehát törekszünk rá, hogy minden információ eljusson hozzátok, és jól tudjátok érezni magunkat, hogyha jöttök. Jól tudjátok érezni magunkat, egymást. Úgyhogy, sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltatok, szervusztok. Két hét múlva folytatjuk.